Sziasztok, itt újra ez után folytatjuk a Phoenix Wright-ig észre-történik epizódját, és most a második nyomozással fogom folytatni. Úgyhogy lássunk is hozzá. Na, most éppen fogdában. Éni, el vagyok. Örülök, hogy egy fel túljutott az első napon. Miért csináltad ezt egyébként? Nem tudom. De tudtam, hogy kell valamit tennem. Tudom, hogy nem vagyok olyan ügyvéd, mint a nővére volt. Sajnálom. De neki köszönhetően tudtam folytatni a pert. Csak viselkedj mostantól. Oké. December 26. Gortó Park belépő. A zsarok még mindig a parkban vannak. Csodálkozik azon, hogy netán a Gumshoe detektív is ott van. Na most éppen bemegyünk oda. December 26. Gortó. Ó, és publikus gyűjtő. Lehet, nincs itt még. Ez szóval az erdőbe kell mennem. December 26. Gortó erdő. Ez egy tíz. Jó hajtás. A mai tárgyalás. Igen. Mi a helyzet a tárgyalás? Hát jó szólt a karm csinálni. Hát de még megmentettem egy sebesztőt. És ezért köszönhetett. Tegyünk majába. Tehát közben, hogy már szabadon engedni maját. Nem tudja, hogy mi történt volna, hogyha ő nem lett volna. Hát örül annak, amit maját tette. Valami tárgyalás. Mit tervez a gonosz ügyész volna? Még egy szent tanult. És ezt mondta még az első peren, hogy két szent tanú volt. A másik van most kérdezni. De nem tudjuk, nem ismeri az illető. Cél a földrengéstől. De ő nem beszél róla. Egy dolog biztos. Elég utálta a bűnöt. Tehát egyébként. Biztos az incidens volt. A DH 6 incidens.
közelében volt lelőve a gombja. Olyasmi fájdalmat érzem. Az állomásról megy. Hogy elintézze, hogy szabadon intézik maját. Kíváncsi, mennyibe kerülhet a szabadon kérdése. De Edgeworth ezt elintézi helyette. Ne felejtsem előtt. Na mindegy, nem is érdekes. Talán rá tudná venni Edgeworthot is, hogy a havi fizköltséget is kifizesse helyette. És most a büntetőcenter. December 26, büntetőcenter, látogatói szoba. Ennyi, végre megjöttél. Elvégezték a papírmunkát, már szabad. Jó volt a kihallatás. Volt egy bűnöző. El tudod képzelni? De legalább szabadon engedtünk. Most közlöm vele, hogy így a tartozást Edgeworth intézi. Tehát meg kell nyerni ezt a tárgyalást. Hajdá, igen, itt voltam. Vége friss levegő. De a holnap én bíróságon viselkedj. De nem viselkedni sokkal szolgozatok. De ez nem lesz szolgozható, vagyis elutasítja legközelebb. De van, viselkedni fog. Még nincs itt a detektív. Ide kellett valójában jönni. Most nincs elég sarú. Talán de valami ilyen meghallgatásom van. Látta a hát. Miért csináltátok? Mit csináltok? Nem pont. Hát nem egy felelősség tanulnak lenni. Tényleg nem látott semmit. Eléggé meggyőző volt. Egyben sok problémátok volt. A memória függ. Legközelebb már tanúskodom a gyilkosságot.
már egy információ a számunkra. És ez az, amit Van Karma nem volt hajlandó kérni, hogy mondja el. Milyen információ? Szóval akkor van cserébe azért az információt. Szóval ez az információ nem elég volt. Azért az információt akar valami cserébe, hogy is egy ezeké bele? Hát persze, nem lehet itt no deal. Mennyibe kerül? Ez nem rablás. Információit információt akar. Gordira akar információt. Talán nem is létezik Gordi, és ez is erre akar bizonyítékot. És ott lesz majd az autó, nem? Tehát ott vár majd rá. Tehát jöhet egy vadászok. És ezt egy sorra felé tesszük. De egy specialista kell. És tudom is, hogy ki az. December 26. Rendőrség. Van, hogyha a szükségem van valami. Nyomozás? Hogy halad a nyomozás? Másik tárgyal. Másik megbeszélés is van. Ha beszélgetnék Mr. H. motivációjára. Kapja a DL6B incidensen halt. És aki gyomsított volt, az átutatlanál nyilvánították. Szerintük hosszú áll a gyermekes az emlékszerűen. De nem beszél a múltjára. Az egész meghallgította. Megörült! Nagyon megijesztő, hogy... Hogy van itt egy szörnyetek vadászat. Az egész hangos. Nagyon megijesztő a csajt. Tehát beleegyezik abba a vadászatba. De titkos fegyverekkel.
Tehát mi a katikos fegyverek? Itt az ide megugod. Első egy kutya. Egy rendőr kutya. Miss Szájnak hívja. Nézzük, amúgy az kivéd egy róka. Aranyos. De mi kiképzés alakul. Bum! A második két holgászló. Hát nem tudni, amíg nem próbált, de erre nem lesz szükség. De amire igazán szükség van, az egy metal detektor. Hát ezt nem tudhatjuk, amíg nem próbáltuk ki ezt a titkos fegyvert. Amire voltak éppen szükség van, a film szempontjából kellett ezt a döntést meghoznom. Tehát, mire van szükség? A metal detektor. Minden lehetséges most már. Egy eszélyi velekkel már nem is lesz szükség. Ez itt az acél szamuráj Luffy, vagy Ballon. Mi ez? Acél szamuráj. Larry Bart. Mi a fene ez? Ez kiáncé ötlete volt. Ez kurva jó. Ő adta azt oda nekik. Ennyi ügyöző. Többet, sokat tudunk emberek. És a show már véget érte. Egyről. Hát túlesett az első tárgyaláson. És mert egyről szikkocsénket adott. Te jól, ötven kiszte. És ő úgy viszik egy orkot, hogy kis. Ez kúra. Én meg nem hiszi, hogy szeretett iskolába jár. Ugye a bosszáj barátok. És hamar változtam a biztosan. Amikor DL hadig testet. Mert szamurát. Egy hónap lehetett kaptam. Gyerekek számára. Miért nem volt itt tegnap? A kompresszor el volt passzolva. Tehát a levegőbe kell felfújnia. És meg kell javítania. Thank you.
most először használjuk ezt. December 26. Hajó rentál üzlet. Itt mindig csend van. Csodálkozik azon, hogy zárva van az üzlet. Talán vakáció vannak. De a metáldetektor hirtelen megszólal. Ő vagyis a talált valami? Még hangos. Egy levegőtank... levegőgázt találtok. És eléggé törött. Gondolta, hogy ez lesz Gordi. És zászló is van rajta. És elég nehéz. Akkor vissza a Larryhez. Igen, egy levegőtank. Mi a helyzetben? Ez a tiéd? Miért lenne nekem olyanom? Ez zászló is van rajta. Hát meg van közel az acél szamurához is. Van titkó, bizonyára. Hogy miért van szükség rá? Hogy valami felfújja. Hogy azzal akarta felfújni azt a acél szamurát. Tehát biztos, hogy van titkó. Hogy miért teszik fel a kérdést? Tehát így akarta felfújni. Mert te volt, a gombesz le volt baszol. Még több kérdés. És nem ment, nem ütött van menni. Lehet még konkrétan? Hogy ez bosszantó? De már ma is ezt a baj, hogy se elmondja. Tehát ez itt használt egy... mint levegős tankot. És azzal próbálta felfújni. És aztán... BLÁM! Felfújt az égbe. Rakéta erével lett kilőve. Egyenesen a tóba. Egy ijesztő volt a számálás. De ennek lesz valami még folytatása. A Ferenc. A 20-án történt a dolog. Egy héttel ezelőtt. Tehát a tóban ment az a... az a rúgpallon. És este keeste. Mert kiállt azt, amit. És mikor találta meg? Korágy. Szent este. Tehát sötétben találta meg. Tehát négy napjába kellett megtalálni. Tehát a gyilkosság napja. Tehát a gyilkosság napján ő sotkott. És hazament mindig félelőt.
December 26. Gortó Erdő. Találtatok valami kvádra kódira? Még sem. Elég hideg van. Úgyhogy tüsszentem kell. Ne tüsszedj! Most a lövést és alkap dolgot is felvett, és ott is beindult a kamera. Lidesse aqui. É puta, é mesmo. Minha fé, né? Me tem? Me deu aqui. Valamás tenni elég komoly dolog. Ezért döntötte úgy, hogy nem beszél. Mindegy van ez információ? Kori nem létezik. Hogy jönnetek biztos benne? Van bizonyíték rá. De most kell megmutatni. Take that! Ez a felfújható izé. Ez volna a gól. Miért veszélye? Volt egy hot dog áron. És ott volt az a felfújható rosszét szamurás. Egy két elet előtt még megpróbálta egy barát felfújni, ami aztán felrepült az égbe. És az csapódott egyensúlyen a tó. Ez adta azt a újjási hangot. Tehát így esett a vízbe. Tehát és a fotó bizonyára úgy jött létre. Tehát ez mutatta azt a acét szamurájos felfújható izét. Tehát ez volt az acél szamuráj. Tehát ez elég kielszomolíthatta. Mert ezzel megtudja, hogy az idői kocsit volt. Úgyhogy ez itt átadja az infót. Azt hallotta, hogy a zsarok csütelek még egy szent tanult volna. A hajóváros tulajdonossal van ott, és elég öreg. Igen, egy öreg fickó van ott. De a valódi célpont.
hát ott kell körülnézni most. Tehát kétszer klikkelte a kamerája. Van még egy kép, de az... ott nincs sem. De nem sokat fog segíteni, de még... ez téves. Lehet fog. Mit vár? Most távozni. Tegyél oda. Ez mind Larry hibája. Larry legendája, de szerintem, hogyha valami bűzlik, az mindig a bász. Most pedig jöhet a hajós üzlet. Tehát be kell ide menni. Tehát nézzünk ott körül. Egy popogály. Meg! Ki? Hogy hol voltak? Ez a bolyá akar bízni. Itt meg neki. A zavarodba eléggé. Egy paszta üzlet. Jó hallani. Büszkévé tenni györeggel. Nagyon kell irányítani ezt az ér... ezt a helyet egy öregembert. Holy, a gyerekek ott vannak. Jó, jó! Hogy van ez? Egy papagáj. Csak párdogatunk maga. Ezt felismerte. Hogy nem is ki. Most itt a lehetőség. Tehát nem az a bajban, akinek mondjuk van. És sem
Drive után nyomoznak. Hogy segítsen. Egy feltétel akarsz nézni. Mikor vége ezenek az ügynek. Gyertsük a Bad Doodle-t! Ez az hülye! Megjövünk. Biztos, hogy benne? És ki nem akar lenni egy Phoenix Doodle-t? Jó már, hogy jó nekem! Hogy mit akart tudni? Megint a papagájához beszél. Vagy rá kell menni, hogy beszéljen. A paszta étel. Eltörjük el, hogy mi történik el az apukáttal. Apja kezdte. És harmadik generáció óta. Látszik a hagy. Ez a paszta palotája. Nem rendelnek egy spagettit már végén. Úgy azért jönnek ide, hogy akarnak egy hajós utat. És ezért adtak itt hajókat. Tőlene az a szent tanú, végül a másodlagos szép volt. Most bizonyítékot kell mutatni. Ezt láttam már. Tud-e van? Egy apának hívja. Láttad? Mit láttál? Milyen érdekes papagáj. Jó reggelt! Nem válaszol. Hello! Kedül jött. A nevén kell hívni. Hogy... Hello. Adom. Szóval babogány egy bal. Kár, csak hello-t.
rejtett szavakat is. Várj! Nem. Mit láttam? Elfelejtette az időt, de elég sötét volt. És éjfél után történt. Hallott egy lövést. Még egy hallott. Fiatal ember élte, de ő gondolta. Majd magával mondtam. Mit mondtad? Elfelejtette. Arra emlékszik, hogy holnap már tárgyalás. Most jött Paul. Tudhatott arra a DL6-ról. Meg kell tudni, ki ez az öreg fickó. Szóval kizárta őket. Utána kell nézni. Igen, nem láttam. Nem tudtok boldognak. Mi a bold? Kérdezünk-e valamit? Itt megy az öreggel. Nekint tanulok. Mert ezt itt vannak kérdezni. Nem tudja a nevét. Még válaszolni sem, mert szívesen válaszol. És nehéz meggyőzni őt. És nem véletlenül.
Ezért hívták a nőt először. Nem tudják még a nevét se. Megtiltotta, hogy olvasson a fájlokat. Nem okozhatja meg. De meg kell győzni őt, hogy van. Ugye ez a kicsit van közel a fél 6 ismét. Hát ugye bizonyíték is kell. De pohagát kell mutatni. Pohagát. Az öreg a pohagát. Ő tudott az ismét. Tessék! Tehát információ kéne. Tehát a rekordszobába kell menni ezért. És engedélyt ad erre. Tehát irány a rekordszoba. És ott már be is van fejezve. December 26. Rendőrség rekordszoba. Wow, lenyűgöző. Tíz éves fájlok. Tíz éves por. Itt az idő megtalálni a szóval. Megtalálta a fájlokat. De ezek lennének azok. És van a tehát a liften történt incidens miatt van. Tehát ugyanabban a bíróságban van az. Akkor volt a földrengés. Az épület vagy tönkrement. És akkor történt az áramszünet is. És ők ragadtak itt hárman benn. És 5 óráig tartott, míg kiszabadultak. És egy ijesztő lett a sötétben. És valaki szíven lőtte. És ott is van egy lövés, ennek is lesz majd folytatása. Oxigén folyamatosan fogyott. De csak ketten érték túl. Tehát
áldozatról, az áldozat egyszerűen kapja. Ilyen 50 évesen. Egy ügyet veszített el. És hiába ragadt a liftben. Miután állapotolnál nyilvánítottál. De hová lehetett jutni? Tudom, a választer. Mert ő a célpont. A másodlagos célpont. Tehát mondta, kell vinni ezt a bizonyítékot is. Tehát ez volt a negyedik epizód második nyomozása. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a Facebookon és kövessetek Twitteren. És legközelebb a második perrel fogom folytatni, de az már nem lesz egy jó per. Mert ott már szemtanúi lehetek annak, hogyan lehet Game Over-t megszerezni. De úgy, hogy azt elkerülni nem lehet. Úgyhogy innen fogom legközelebb folytatni. Úgyhogy sziasztok legközelebb.